Jó estét kívánok mindenkinek! Két dolgot szeretnék mondani, az adásnak a rendezője vagyok, Lengyel Zsolt. Köszöntöm a természetesen először a tisztelt és kedves politikusokat, tisztelt és kedves kollégákat. Köszönöm. Élő adásban megyünk, ezért azt kérem, hogy mindenki off, tehát off üzemmódban a telefon, tehát nem lenni itt van, mert rádiós mikrofonokkal dolgozunk, és nem fogjuk tudni használni az adást. Tehát minden off. Tehát sem SMS, sem semmi. Aki bennmarad a műteremben, úgyis tudjátok, köszönöm szépen, azt kikapcsoljuk. Jó, köszönöm. Az adásnak a lebonyítása úgy lesz, hogy a kisorsolt sorrendben, ahogy a szabályok megvannak állapítva, úgy fog dolgozni. A hátam mögött lévő monitoron, Balázs, adjátok ki, legyetek szívesek a nagy időmérő órát, legyetek kedvesek, a kettő perces órát a nagy monitorra. Tehát a hátam mögött ezen a nagy monitoron, illetve ezen a kettő mindjárt lesz az óra, ami kettő perctől megy lefelé, tehát mindenki tudja ellenőrizni, hogy még egy perccel van, 20 másodpercem, stb. 15 már itt most látjátok. Bocsánat, 15 másodperccel a vége előtt meg fog szólalni egy kicsit, és ez a kicsit pedig a legvégét jelzi. Azt szeretném kérni fönt felé, hogy legyetek szívesek, akkor a 15 másodperces első pittet beadni nekem. Tehát indul el az óra, indítsátok el az órát, legyetek szívesek. Jó, elindult az óra. Mindenki beszél a saját, minden elmondom, hogy melyik kamerában látjátok a... Látják a számlálót mindenhol. Amikor elérünk 15-höz, akkor légy szíves, amikor már csak 15 másodperc van vissza, akkor nyom meg a pittyet, légy szíves, Feri. 15 másodpercig lesz egy hangjel is. Tudjátok mutatni a hangjelet? Tudjuk? Igen? Kicsit hangosabbra, ezt nem lehet hallani. Tudod bejebb, légy szíves. Tehát a lényeg akkor 15 másodpercnél lesz egy pitty, és utána 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Akkor az Andis azt fogja mondani, hogy letelt a két perc, és akkor be kell fejezni, hogy mindenkinek azonos ideje legyen szigorúan. A szabályokat az Andis el fogja mondani, és azt a kamerák pedig úgy vannak, hogy az Andis felé beszél mindenki, illetve aki a kamerával, tehát nézőhöz akar közvetlenül beszélni, az látni fogja, hogy a vele szemben lévő kamerán, szia Losó, vele szemben lévő kamerán egy piros lámpa fog világítani. Hogyha pont a kamerába beszélünk, akkor nem a műsorvezetőnek, hanem a nézőnek közvetlenül, jó? Tehát ez opcionális. Aki akar a Andris felé, hogyha úgy döntenek, hogy a nézőnek, akkor pedig a önök itt magukkal szemben ott, és a másik oldalon pedig itt, jó? Meg is fogom mutatni. Kérem szépen, hogy bárki légy szíves az ötös kamerát.